Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök mindenkit. Sokszor kérdezték már tőlem, hogy szoktam-e izgulni fellépések előtt. Én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy mindig csak az első tapsig van bennem egy kicsi drug, de ugye ez az első taps már így a felkonf után meg szokott jönni. Általában. Viszont képzeljék el, tavaly nyáron voltam egy olyan falunapon, fölkonferáltak, fölmentem a színpadra, senki nem tapsolt. Mindenki csak nézett értetlenül, mint kiszelt ünde a szemöldök tetoválásra, hogy... Nagyon jó volt a közönség, nevettek, csak az a fránya első taps nem akart jönni, és elől ült egy bácsi, szundi üzemmódba, így. Rezgőre volt állítva, hogy... Egyik poénnál fölkapta a fejét, összecsapta a tenyerét, rögtön megragadtam az alkalmat. Na mondom, a bácsi tapsolni akart, menjen körbe, rám nézett, csak egy szúnyog volt, hülye gyerek. Én imádom a falunapokat, például egy falunapon kaptam meg humorista pályafutásom eddig legnagyobb dicséretét. Szintén a színpadon voltam, szintén az első sorban ült egy fényivó. A virágos sör volt a kezébe, gondoltam, fényivó. Lejöttem a színpadról, elindult felém, közben ilyen sörivótájcsi bemutatót tartott, így. Odaért hozzám, szó szerint idézem. Hallod? Mert nem tudom, hogy megfigyelték-e, hogy a részeg emberek először mindig hallásvizsgálatot tartanak, hogy... Hallod? Hallod? Van, aki látásvizsgálatot, hogy látod? Figyelj! Látod? Van, aki meg átfogó vizsgálatot hallod, látod, figyelj, hallod. Figyelj. És a fényivó dicsérete. Hallod? Nagyon jó nyomtad. Te vagy a kedvencem, imádom a dalaidat. Azért 45 perces stand-up műsor után ennél nagyobb dicséretet nem lehet kapni, szerintem. Így van? Én ezt hívom aranyköpésnek. Életem legnagyobb aranyköpését Attila bától, papám erdélyi cimborájától hallottam. Előjáróban Attila báról annyit szeretnék elmondani, hogy ő az a tipikus székely ember. Ritkán szól, de akkor nagyon nagyot. Felesége Ági néni ugyanez, csak hogy megértsük, milyen keveset beszélnek, mikor náluk voltam Erdélyben a négyfogásos, nagyon finom ebédet, másfél óra alatt úgy költöttük el, hogy se Attila bá, se Ági néni nem szóltak egy szót se. Utána Attila bá kiment cigarettázni az udvarra, gondolom csendre vágyott. Ott maradtam Ági nénivel, próbáltam beszélgetést kezdeményezni. Mondom, Ági néni így mégis több mint 50 év házasság távlatából, mi az, amit legjobban szeret Attila bában? Hát, hogy olyan jókat beszélgetünk. És az aranyköpés, ami egy... családi disznóvágáson történt, ami papáiknál volt megrendezve, és amelyen Attila bát érte a disznó pörzsörés tisztsége. Azért nem szóltam egy szót se, hogy ezt a műveletet úgy hajtotta végre, hogy közbe cigizett. Szeret veszélyesen élni. De azt már az üres disznóban néztem végig, úgy kikukucskálva, hogy a gázpalackot így szorosan lerakta a disznó mellé, úgyhogy pörzsörés közben ráment simán a lányelvekkel, egy félve kérdezte, hogy Attila bá, nem akarok beleszólni, de nincs közel a gázpalack? Attila bá ránézett a palackra, beleszívott a cigébe. Majd kiderül. Nem szeretek politizálni, én független vagyok. Pedig van politikus haverom. Volt. Megsértődött rám, mert eljött a fellépésre, utána fel volt dúlva, hogy nem megyek többet a fellépésre, de mert azt mondtad, hogy politikus vagyok. Hát nem mondom, az vagy, nem? Oké, de szégyenem. Úgyhogy ennyit. Választásról is egy gondolat. Én 5 nappal a választás után bementem a kocsmába. Mondom, hát, ha már nem lesz politikai téma, de volt. Lajos bápapám vadász cimborája. Mulder ügynökre itta magát, mert ilyen x-aktákat fejtegetett, mondta, hogy... Az volt, hogy a fiam mondta, mesélte, hogy volt a interneten látta, olvasta, hogy mert fenn van ezen a izén, mondjad mána, mi az Isten a... Fészer, fenn van a fészeren, az fenn volt a fészer tetején, az felvitte a internetet, és akkor ott mondták, hogy az élet meg a 4/3, mert meghekkelték a Gyurcsányt.
Feri mondjuk látszik, hogy összeolmott nála a tűzfal, de... Hát isznak, na hát, pia. És zárásként egy friss történet Lajos bával és velem, meghívott éjszakai vadászlesre. Oda értem egyből azzal a forró, egészségedre, fogópálinka. Hát mondom, én nem fogok semmit, akkor cézóvíz, vagy... Védőital, türelmi folyadék, álcázó nev, mindegy, hogy hívott, csak így áll. Belém töltött 5 sört, 2 felest. Így indultuk el a lesre. Lestől úgy 3 kilométer egyszer csak Lajos bá így megállt az egyik fa előtt, lehúzta a cipzárját, mondta, hogy no, itten most könnyítünk magunkon, mert később már nem lehet, mert megint zavados, mert riad. 5 sör után ilyet mehet mondani. Azoknak mondanám, akik nem söröznek, hogy a sör az olyan, mint a szemtelen húsvéti látogató, hogy az nem kérdezi, hogy szabad-e locsolni, az locsol. 5 sör meg pláne nem kérdez semmit. Elértünk a lesre, Lajos bá fölült, mondom, mutatom, lehajtotta a fejét is. Elaludt. Néztem az öreget, akkor jöttem rá, hogy ez a vadász lesz lényege, hogy a vadász fölül a lesre, így... A vadak meg lesik, hogy... Ez milyen állat? Hangja meg a szaga, mint a vadkanére, a kinézete. Szóval Lajos bá ült a lesen, így... Én éjfélkor már sírni próbáltam, hogy... legalább folyadékot veszítsek a szememen keresztül. Éjjel 2-kor meg már az 5 sör annyira lángatta a kordont, hogy én azon gondolkoztam, elveszem az öregtől a puskát, vagy ötlövöm le, vagy magamat, mert én már nem bírom tovább. Erre éjjel 3-kor Lajos bá így felhorkantott, fölállt, kiment a leszélére, leúzta a cipzárját, és kiléptette a medréből a Huanghót, a nagy sárga folyót. Néztem, mondom, Lajos bá, hát ezt nem érzi meg a vad. Ó, engem ismernek. Köszönöm szépen a figyelmet.